Hát sziasztok, sziasztok! Úristen, annyira rég volt ilyen leülős, vlogolós, hogy már teljesen el is felejtettem, hogy hogy kell, úgyhogy most tiszta zavarban vagyok, úgyhogy bocsánat mindenkitől, aki már megszokta, hogy néha szoktam értelmesen beszélni, mert most nem biztos, hogy fogok. Elfoglalta a podi helyét, ne szóljatok neki! Az a helyzet, hogy nincsen még kész az én kis privát sarkom, úgyhogy egyelőre ide úgy gondoltam, hogy egy kicsit betrollkodok. Aztán egy ilyen kis kávézós vlogot. Most a vízipipa kimarad, tudom, hogy már megszoktátok, de ez most egy ilyen alkalom, úgyhogy most ez egy ilyen rendhagyó vízipipa mentes wiki vlog lesz. Igazából megint egy jó komoly témát hoztam nektek. Ez pedig a depresszió, az önpusztító életmód, azok az emberek, akiket a jó Istenért se lehet ebből az állapotból kirángatni. Megmondom az őszintét, hogy nem is olyan rég volt egy elég depresszív korszakom. Igazából nem volt úgy okom rá. De semmi olyan nem történt az életemben, semmi olyan tragédia nem ért, vagy olyan változás, ami ezt kiválthatta volna. De nem feltétlen volt egyszerű sem nekem, sem a környezetemnek, inkább a környezetemnek volt talán nehéz, azt mondom, tehát eléggé megsínlették a körülöttem lévő kapcsolatok ezt az időszakomat, és ami másra nem lett volna szükségem, mint az, hogy valakinek, akinek nem tartok a véleményétől, vagy nem érzek elfogultságot a válaszaiban, ezeket a dolgokat, amik így a fejemben voltak, ezt így ki tudjam önteni. Aztán nem is olyan régen volt egy beszélgetésem édesanyámmal, és én ezt nagyon köszönöm neki. Azt hiszem, hogy ez talán a javuló tendenciám, illetve ebből a fajta állapotból való kimászásának az íra pont volt, tehát hogy mire anyuval beszélgettem egy ilyen komolyabbat, illetve egy ilyen jó 2-3 órás beszélgetésünk volt, addigra én már egész jól összeszedtem magam, igazából csak a gyakorlati része volt, ami olyan döcögősen ment, hogy tudom persze, hogy mit kéne csinálnom, de amikor éppen olyan szituációba keveredek, akkor gyakorlati megvalósítása, hát elég foghíjas volt. És akkor anyuval beszélgettem egy nagyon jót, és olyan okos dolgokat mondott, meg olyan erőt adott, meg olyan más szemszögből próbálta az én számíze szerint elmondani a dolgokat, hogy átérezzem, meg én is megértsem, amiről beszél, meg igazából, mivel az édesanyám ezért ő ismer ugye a legjobban, úgy tudott kommunikálni velem, ahogy most igazából ez hülye hangzik, ahol az én gombjaim vannak, és pontosan tudta, hogy mondja, amit mondani akar, és ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor egy véka alá rejtjük a gondokat, és úgy fogalmazunk, hogy a másikat ne bántsuk meg, tehát azért így konkrétan így elmondta a hibáimat, én hol hibázok, ő mit lát, én mit csinálok rosszul, és persze, amikor az ember depressziós, vagy amikor az ember ilyen letargikus hangulatban van, akkor mindent akar hallani, csak azt nem, hogy még bocsánat, ezt meg kisípolom. Tehát, hogy olyankor a legkevésbé sem akarod hallani azt, hogy igazából te tehetsz arról az állapotról, amiben benne vagy, holott, ez az esetek nagy részében így van. Saját környezetemben is van olyan ember, aki egyszerűen, hogy fogalmazzak, nem tud, vagy nem is akar erőt venni magán, hogy változtasson azon a fajta életmódon, vagy életvitelen, ami konkrétan depressziósá teszi, vagy depressziót okoz neki. Nagyon nehéz, ha nincsen segítség, ezt tudom. És nagyon sok ember sajnos van olyan helyzetben, hogy nincs segítség, nem lát kiutat abból a fajta lelki állapotból, amiben benne van. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy az emberek többsége nem akar látni kiutat, és nem akar elfogadni segítséget, hiába nyújtod a kezedet, eltaszítja, és a végén még te leszel a szar szemét, hogy miért nem segítettél neki. Volt sajnos egy barátságom, egy nagyon-nagyon jó barátnőm, hogy egyszerűen nem lehetett segíteni neki, akármilyen probléma adódott az ő életébe, én mindig próbáltam szívvel, lélekkel tanácsot adni neki, soha nem fogadta meg a tanácsot, és a végén még megkaptam a fejemhez, hogy de miért hagytad, hogy hülyeséget csináljak, hát az
ki, tehát most erre mit tudok mondani, hogy egyrészt helyette cselekedni nem tudok, másrészt pedig 15 milliószor elmondtuk, hogy ne csinálja, csak csinálta, most akkor ez mindenki a saját életének a kovácsa, én nem tudok mások helyet dönteni. Nem is tudom, hogy hogy lyukadtam ki ide igazából, ez egy annyira sokrétű téma, illetve azoknak az embereknek talán a legnehezebb, akik jelenleg ebben benne vannak, mert valószínűleg úgy fogják fel, hogy én csak okoskodok, vagy úgyse tudom, hogy miről beszélek, holott ez abból a szempontból nem igaz. Jó, persze nem voltam klinikai depressziós sose, tehát hogy ne értsetek félre, nem álltam kezelés alatt meg semmi, csak volt egy szarabb időszakom, amikor ahogy szokták mondani, még a kaja is íztelen, tehát tök mindegy, hogy mit eszel, nem tudsz örülni neki, akármi történik körülötted, nem tudod úgy értékelni, a melletted lévő ember a belét kidolgozza azért, hogy neked jó kedved legyen, és nem tud egy mosolyt csinálni az arcodra, vagy ha igen, akkor két perc múlva elbőgöd magad valamit, tehát hogy azért ez egy nehéz időszak. De én úgy gondolom, és talán pont azért is tudok erről így beszélni, mert abszolút kilábaltam belőle, és abszolút olyan erőt és energiát érzek saját magamban, és talán egy kicsit erősebb is lettem azáltal, hogy ezt az időszakot én megéltem, mert én ezelőtt sose gondoltam, hogy én tudom ilyen mélyre taszítani saját magamat. És ahogy ugye mondtam már a videó elején, nem mások tehettek erről, tehát nem volt a környezetemben semmi olyan dolog, ami ezt kiváltotta volna, nem bánt velem bunkó senki, nem rosszabb munkahelyem, nem rosszabb párkapcsolatom, a családom hál' Istennek egészséges, tehát hogy nem volt semmi olyan, ami ezt így elindíthatta volna, és mégis a saját fejében az embernek megszületik egy pici csíra, egy icipici gondolat, így befúrja magát az agyadba, és hogyha nem beszéled ki, vagy nem tudod úgy kibeszélni, ahogy a te tudatodnak vagy lelkednek szükséged van rá, akkor ezt szépen elkezd növögetni, és akkor a végén az a kis csírából már lesz egy egészen kis növényke, abból lesz egy nagyobb növényke, abból meg már lesz egy fa, ami bele van ágyazódva az agyadba, és egyszerűen nem tudsz túllendülni rajta, amíg ki nem vágod az egészet gyökerestől, és ez sajnos más nem tudja megcsinálni. Nagyon jó dolog a pszichológus, tényleg elismerésem, éveket tanulnak, de a pszichológus nem tudja megoldani helyetted az életedet, ahogy a barátaid sem, ahogy a családod sem, ahogy a munkahelyed sem, ahogy a párod sem. Mindet saját magadnak, a saját fejedben kell eldönteni, te igenis változtatni akarsz, és az asztalra csapni, hogy ez így nem mehet tovább. És persze ez se olyan könnyű, mint ahogy az ember ezt kitalálja, mert fejben nekem is megvolt már hónapokkal ezelőtt, hogy mit szeretnék másképp csinálni. Aztán, ahogy mondtam, amikor a gyakorlati verziót kellett volna előkapnom a kis tarsolyomból, akkor gyakorlatilag ugyanazt csináltam, mint előtte. Jött egy apró pici feszültség, már pedig az ember életében akarva akaratlanul is mindig adódik valami, amit tegyük hozzá, hogy a jókedvű emberek nagy része elsiklik mellette, és most tök mindegy, hogy pont elment a busz az orrod előtt, és emiatt lekéstél egy találkozót, valószínűleg abban az állapotomban tiszta ideg voltam tőle, és sírva tudtam volna fakadni, míg most vállat rántok, és telefonálok egyet, hogy figyelj, elment a busz az orrom előtt, majd jövök. Tehát, hogy sokkal könnyedebben kezelek dolgokat, illetve sokkal, hogy is mondjam, érettebben kezelek problémákat, akár a munkahelyemen adódtak mostanában olyan megoldandó feladatok, amit azt hiszem, hogy a lehető legjobban kezeltem, illetve akár párkapcsolati feszültségnél, hogyha az ember összezördül a párjával, akkor nem kell rögtön elvonulni a sarokba sírni, és a világ fájdalmát magadra venni, és akkor a tragédiát csinálni egy apró veszekedésből, hogy senki nem érti, mi bajod van, főleg te nem, hanem tök normálisan két felnőtt ember le tud ülni, megbeszélni, ráadásul nem egetrengető dolgokról van szó, hanem egy pici apró súrlódás, hogy valamiben nem értetek egyet. Csak amikor valaki ugye eleve úgy érzi, hogy a padlón van, pedig igazából nincs rá oka, akkor nehéz ezt így megérteni, hogy az csak egy apró nézeteltérés, amiről éppen veszekedtek. Te meg lettél bántva, és te, úristen, te mekkora egy szar vagy, és te nem vagy semmire jó, és akkor az embernek így futnak végig az agyában ezek a szép kis monológok, hogy,
már megint elszúrtál valamit, már megint nem tetszik, amit csinálsz, már megint nem vagy úgy jó, már megint nem vagy elég, már megint kevés vagy, már megint béna voltál. Holott senki nem mondott ilyet. Ez a te fejedben létezik, és ami a te fejedben létezik, azt csak te tudod onnan kiiktatni. Mehetsz akárhova, meg olvashatsz akármit, meg nézhetsz bármilyen videót, meditálhatsz akármi. Ha nem döntöd el, és nem teszel azért, hogy ezek a dolgok a te fejedből kiűződjenek, akkor megette a fene az egészet, akkor kidobhatsz több százezer forintot pszichológusra, és a végén azt fogod elérni, hogy megfogják és felírnak a Rivotrilt vagy Xanaxot, hogy akkor nyugodjál meg, és akkor attól megnyugszol. Tehát, hogy ennek meg semmi értelme nincsen, mert ez meg már nem minőségi élet. Nagyon sajnálom az olyan embereket, akiknek látszólag tényleg mindenük megvan. Munkahely, otthon, család, szerető család, testvér, anya, teljesen mindegy, és akár mit mondasz neki, az szar, az nem jó. Az zavarja, az azért zavarja, az azért nem jó, abban az nem tetszik, abban az a rossz, és olyan iszonyat türelem kell egyébként az ilyen emberekhez, tegyük hozzá, hogy hozzám is ebben az időszakban óriási türelem kellett, a környezetemnek. Hál' Istennek azt meg tudtam állni, mivel olyan sok kontaktom a munkahelyen, kollégákkal nincsen, én inkább gép előtt ülős, kicsit ilyen monotonabb munkát csinálok, amit tegyük hozzá, hogy borzasztóan rátette a hangulatomra a bélyegét, hogy napi 8 órában ülök egy monitor előtt, és kb. 3 darab billentyűt nyomok, és ez a reggel bemész, leülsz, délután felállsz, hazajössz, és nem érzed, hogy történt valami az életedben, ezt is meg kellett tanulnom másik irányból megfogni. Most már 2 évet csinálom ugyanezt a munkát, és egy kicsit megcsömörödtem benne őszintén. Aztán az elmúlt időszakban, hogy kezdtem egy kicsit összeszedni magam, és egy picit más irányból megpróbálni megközelíteni a dolgot, észrevettem, hogy tudok én találni magamnak munkahelyen belül olyan feladatokat, aminek egyrészt mindenki tök örül, hogy bevállaltam, másrészt engem is egy kicsit jobban feldob, egy kicsit megmozdulhatok, egy kicsit felállhatok a székből, kicsit találkozhatok a kollégákkal, úgyhogy ezt is nekem kellett észrevenni, hogy ott van az óra mellett a lehetőség, csak meg kell ragadni. Visszatérve arra, amit elkezdtem mondani, hál' Istennek a munkahelyemre nem vittem be ennyire látványosan azt, hogy én teljesen be vagyok fordulva magamba, bár ugye a munkámnak köszönhetően talán fel se tűnt volna senkinek, hogy most én be vagyok, vagy nem vagyok befordulva, de a környezetem többi része azért csúnyán érzékelte ezeket a fajta hangulatingadozásaimat, meg kilengéseimet, ami nem lehetett kellemes, mert belül se volt az kívülről, meg szerintem még szörnyebb egyébként. Szóval nagyon sajnálom azokat az embereket, akiket nem lehet ebből az állapotból kirángatni, márpedig én úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak barátai, legalábbis az emberek nagy részének legalább egy olyan ember áll a közelében, aki tényleg tudja támogatni egy ilyen nehezebb időszak alatt. Szerintem mindenkinek van egyébként egy ilyen időszak, aki könnyebben, ki nehezebben lép túl rajta. Én a szerencsésebb emberek közé tartozom, mert relatív, hát a környezetem nem biztos, hogy ezt mondja, de relatív rövid ideig tartott, és viszonylag külső segítség nélkül ezt én meg tudtam oldani. De ehhez kellett az, hogy én alapvetően én egy nagyon erős karakter vagyok, én egy nagyon erős jellem vagyok, és ez egyébként is megnyilvánul az életembe. Elég makacs és akaratos típus vagyok, és ha én kitalálok valamit, akkor azt átlag véghez is viszem. Természetesen normális kereteken belül kell ezt érteni, és nekem ehhez kellett az, hogy én ezt tényleg akarjam. És ugye azáltal, hogy én ezt tényleg már pedig nem fogok ilyen befordult, elviselhetetlen hárpiaként élni és megkeseríteni a magam körül lévő emberek életét, mert igazából nem is feltétlen csak a saját életedet keseríted meg, mert talán a saját életminőségedet rontod, ez tény, de akik igazán megisszák a levét, az a depressziós embernek a környezete. Amikor látod, hogy szeretsz valakit, és vergődik melletted, mint egy döglött, mint egy partra vetett hal, és nem tudsz segíteni neki, mert nem hagyja, az azért sokkal nagyobb szenvedés, mint neked ott vergődni, mint egy partra vetett hal, és mindenre ilyen választ adni,
és mindent leszarni, és mindent a negatív oldalról megközelíteni, és mindenen kiborulni, és hisztizni, és agresszívoskodni, és törnizúzni, ennek nagyon igazából nincs értelme. Én úgy gondolom, hogy az ember talán minden olyan pszichés állapotból ki tudja idézőjelbe téve gyógyítani saját magát, ami nem már konkrétan neurológiai betegség, tehát mondjuk egy skizofrén ember az, hát az már egy kicsit problémás valóban, de én azt hiszem, hogy talán a depressziónak elég sok részéig az ember meg tudná oldani saját maga. Nagyon sok mindent olvastam, egyébként tegyük hozzá, hogy amikor elkezdtem felfogni azt fejben, hogy itt valami gáz van, akkor én elkezdtem így utána olvasgatni a neten. Ezt is írják, annyi fajta ilyen fórum van fönt, hogy az így a depressziós ember, meg úgy depressziós ember, és egy csomó helyen azt írják, hogy ezt egyedül nem lehet megoldani, ezt csak azt hiszed, hogy egyedül megoldod, és közben meg ez nem igaz, csak tényleg kell hozzá egy olyan iszonyatos akaraterő, hogy már pedig te ezt megcsinálod, és ha te eldöntöd, hogy igenis megtanulsz örülni a dolgoknak, és igenis elkezdesz odafigyelni azokra az apróságokra, hogy ne azt lásd, hogy tömeg van a metrón, hanem szúrják ki a metrón egy párt, és tök aranyosak, és nevetgélnek, és örülj velük, és ne az legyen az első gondolatod, hogy rohadjon meg, neki van barátnője, nekem miért nincsen. Mert annak is valószínűleg oka van. És ugye ez egy ilyen tök jó körkörös folyamat, hogy így gerjeszti magába az ember, aki be van fordulva, hogy minél jobban be van fordulva, annál inkább elkerülik az emberek, és minél inkább elkerülik az emberek, ő annál inkább egyedül érzi magát, és annál inkább be van fordulva. Tehát ehhez az a baj, hogy azt kell észrevenni, hogy ahhoz, hogy a világ változzon, ahhoz először neked kell változtatni. És ez gyakorlatilag mindennél így van. Ahhoz, hogy a szervezeted mondjuk változtasson és elkezdjen meggyógyulni, ahhoz neked kell először változtatni, neked kell egészségesebben táplálkozni, neked kell odafigyelni, hogy sportoljál, neked kell odafigyelni, hogy letedd a cigit, vagy ne igyál annyi alkoholt, tehát hogy ezeket mind neked kell megcsinálni. Nem várhatod, hogy majd a szervezetem így gyakorlatilag megelőlegezi nekem az egészségemet, és akkor én majd utána tenni fogok. Na, ugyanez a depresszió, ugyanez az ilyen befordult negatív embereknél is. Nem várhatod el, hogy a környezeted megelőlegezi neked azt, hogy jó van, akkor haverkodjunk, és majd te jobban leszel. Ahhoz neked kell elkezdeni tenni és bizonyítani, hisz azért azt tegyük hozzá, hogy ilyenkor nagyon csúnyán eljátsszuk ám a környezetünk bizalmát. És nem csodálkozok azon, hogy 2-3-4 kiborulás után ötödjére már nem hisznek neked, hogy nem lesz többet ilyen. Természetesen ez is egy olyan dolog, hogy én nem török pálcát senki fölött. Amíg nem jártam más cipőjébe, addig természetesen nem tudhatom az életét, tehát biztos vannak emberek, akik valóban sokkal nehezebben élik ezt meg, mint ahogy én ezt megéltem. De tegyük hozzá, hogy én nem tartom magam akkora ásznak, és pontosan ezért úgy gondolom, hogy ha nekem ment, akkor másnak is mehetne. És nem szabad feladni, hogy hát én ilyen vagyok, de én ilyen negatív ember vagyok, és akkor mi van. Hát most könyörgöm, ez neked élet? Ez se neked nem élet, se senkinek nem élet, aki körülötted van, és nem csodálkozom, hogy elkerülnek az emberek. Engem is elkerültek, tehát hogy, és nem csodálkoztam rajta, mert minek üljön le az én társaságomban, amikor bármit mondanak, az a vége, hogy közlöm, hogy a szar. Tehát értitek, hogy mi a probléma ezzel. Pedig alapvetően, ahogy mondtam, én egy tök életvidám csajnak tartom magam. Tegyük hozzá, hogy ezt az időszakot leszámítva az is vagyok, tehát hogy tök tudok örülni a dolgoknak, ilyen kis apróságoknak, tök bohókás tudok lenni, pörgök, mindig kell, hogy történjen körülöttem valami, nem tudok így hazajönni és így ledobni magam a kanapére, hanem mindig előbb összerámolok, tehát hogy van egyfajta tettvágyam és egyfajta mozgásigényem, illetve egyre több olyan kreatív gondolatom is van. Láthatjátok például ugye
csatornát is egy kicsit próbálom megújítani, egy kicsit egyrészt sokszínűbb legyen, másrészt megpróbálok olyan irányba videózni, ami egyébként engem foglalkoztat, hisz ugye ezzel a fajta közlési módszerrel, ami ugye a vlogban megadatik nekünk, nem csak arra jó, hogy össze-vissza hülyeségeket beszéljünk kamera előtt, hanem talán egy kicsit tudunk segíteni a YouTube nézőknek, hogy egy kicsit jobban kiigazodjanak. Persze ez egy úgy növényes lejátszás listám, és valószínűleg van már egy pár a YouTube-on, de úgy vagyok vele, hogyha valaki pont nálam talál rá, és tudok neki segíteni abban, hogy egy picit jobb minőségűbbé tegye az életét, vagy megelőzzön, vagy meggyógyítson magába olyan dolgokat, vagy csak egy kis érdekességet hallom, miután a színesebbé teszi az életét, akkor én már tök örülök, tehát hogy akkor már megértem, megcsinálnom, meg megvágnom a videót. Meg valahol a saját szórakoztatásomra is csinálom. Az unboxing lesz majd még érdekes, az nagyon érdekes lesz. Az egyelőre várok, mert az első pár termék, amit rendeltem, az még nem érkezett meg, de ahogy megérkezik, úgy fogom ugye megcsinálni az unboxing videókat. Tehát igazából az lesz ennek az egésznek a lényege, hogy $1 alatti termékeket fogok rendelni, és meg fogom mutatni egyrészt a minőséget, az árérték arányt, mert egyszerűen döbbenet amúgy, tehát hogy nem is értem, hogy kivitelezhető az, hogy $1 alatt ad valami olyat, amit itthon mondjuk 3000 forintért veszek meg. És így, na nem már, na mindegy, tehát hogy ez majd az ottani csatornán lesz ilyen érdekes, majd mindenki hőzönghet meg, háboroghat meg, nézhet, hogy léteznek ilyen dolgok. Úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség. Illetve hát ahogy ugye látjátok a vlogot is, próbálom egy kicsit őszintébbé varázsolni, kicsit több videót feltenni, mert az elmúlt időszak az kuka. Úgyhogy ezt is megpróbálom felpörgetni. Tehát láthatjátok, én azért úgy pörgök, megcsinálom a dolgokat, tehát elkezdtem komolyabban fotózni, és úgyhogy azt is remélem egy kicsit el fog kezdeni majd beindulgatni. De majd arról is lesz egy sztorim, azt a későbbi vlogba, hogy állnak az emberek az amatőr fotósokhoz. Tehát az, hogy nem kérek érte pénzt, az nem azt jelenti, hogy egy fényképnek nincs értéke. De ez egy másik téma. Hát nem tudom igazából így őszintén, mert most már beszélek szerintem egy negyed órája, hogy befejeztem el a gondolatmenetet, amit elindítottam, de azt hiszem, hogy egész jól megpróbáltam körbejárni ezt a témát. Természetesen órákat lehetne erről beszélni, tehát hogy az embernek a pszichéje, mi mindenre képes, meg mit tudnál megtenni, ha akarnád, és mit nem, ez végtelen téma, de mára ennyi voltam. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Kövessetek, nézzétek az új lejátszási listákat, nézzétek a régi videókat, várjátok az új videókat, hamarosan jelentkezem. Köszönöm szépen, sziasztok!